Közben helyet foglalt itt mellettem Szalai Piroska, szintén hölgymentorunk, akit szintén a Kanafé Pics kitartó nézői emlékezhetnek rá, hiszen volt ő már itt vendégünk még a teljes lockdown alatt, és parancsolj, Piroska, kérlek szépen, hogy mutasd be szakmai hátteredet, és azt, hogy a hozzád forduló startupoknak elsősorban miben tudsz segíteni. Hát amióta én legutóbb itt voltam, azóta elindult egy olyan projekt, azt gondolom, ami remélem sokuknak érdekes lehet. Ez a Kok Mária Intézet keretében indult el, Smart Family program. Úgy tudom, hogy a világon még olyan nincsen, hogy szeretnénk platformot, illetve egy közösséget is akár létrehozni azon startupok számára, vagy azon startupokból, akik a családok életét megkönnyítő fejlesztéseket végeznek. Ez a projekt 6 témakört magyarországi székhelyű, prototípussal rendelkező, piacon megtalálható, családok életét segítő startupokat keresünk, de a 6 témakör lesz szerintem az érdekesebb. Egyrészt a társadalmi innovációval foglalkozók, akik a családon belüli kapcsolatokra találnak új megoldásokat. Másrészt a családok egészségmegőrzésével kapcsolatos fejlesztésekkel bírók, illetve olyan oktatással kapcsolatos startupok, akik otthon tanulást is tudják segíteni, tehát nem csak az iskolai okostáblákra fejlesztenek, valamint az okos családi otthonok, lakások, házak, bármi egyéb más green, energiatakarékos, időtakarékos, bármilyen típusú megoldásokat támogató startupjait keressük, illetve a fintech csapatok közül azokat, akik nem csak a bankok számára fejlesztenek, hanem a családokba, akár a gyerekek pénzügyi tudatosságát növelő megoldásokat segítenek. Valamint az összes kreatív, zenei, szabadidő eltöltéssel kapcsolatos, szabadidő megszervezéssel kapcsolatos startupot is várjuk. Természetesen tudom, hogy egész Európa arról beszél, hogy a zenei startupok a legnagyobb létszámú közösség Európában, és tudok róla, hogy sok olyan van, aki kimondottan a gyerekek és a felnőttek közös szabadidő eltöltéséhez ad megoldásokat, keressük őket. A pályázatunk a smartfamily.hu oldalon található, a jelentkezési határidő a pályázatra augusztus 15-e. Van díjazás is, a zsűri fogja a díjakat odaítélni. Azért robogok ilyen nagyon, hogy maradjon idő a következő mentoroknak is mindenféleképp, és lássátok azt, hogy itt van az online jelentkezési lehetőség. Magamról talán annyit, hogy mérnök vagyok. Ezer esztendeje, ki se tudom mondani, mikor majd egyszer kiszámolom, mióta vállalkozások fejlesztésével, innovációval foglalkozom, de szerintem elég sok mindenkivel találkozhattam már korábban is. Pitchek fejlesztése, kommunikációs területek, illetve mindenféle más egyébben szoktam segíteni.